nem tudja az ember egy idő után szerintem elfelteni ezt a belülről dörömbölő késztetést, hogy legyen neked is saját családod, és ne csak a szobrodat farigcsált. Miért a szobrodat farigcsáltad? Mindenki a szobrát farigcsálja. Mindenből versenyt csináltam, többen. Nem azt, mint én többet nem cigizhet, mint én elmentem. Mit tudom én koncertezni, akkor napi nagyon-nagyon sokat. Azt mondja, hogy a rekordunk az egy nap 12 volt, reggel 10-kor volt az első, és hajnal 4-kor volt utolsó. Akkor mondhatjuk azt, hogy kijátszottad magad? Én már onnan jövök, a mások mennek. És hogy nekem már nem nagyon van szükségem arra, amíg a mások még esetleg átcsingóznak. Meguntam már ezt az egészet. Én voltam 20-30 évig full nem normális, és ezt, amiből más csak egy napot is nagyon szívesen megfizetne, és megcsinálna, abban megcsináltam sok-sok-sok-sok élet. Megértél apuka lenni? Egy kisgyereknek tudnék biztos hátteret is biztosítani, meg tudnék neki okos dolgokat is mondani, és nem csak a hülyeségre tanítani. Szóval azt hiszem, hogy talán igen. Infláció felett kamatozik megtakarítása, ha a prémium magyar állampapírba fekteti. Ez az állampapír garantálja megtakarításának értékállóságát. Az előző évi inflációt mindig meghaladó kamatozásának köszönhetően befektetése nem csak megőrzi reálértékét, de tovább is gyarapodik. A prémium magyar állampapír könnyen kezelhető, biztonságos befektetés kimagasló kamatozással. A részletekért látogasson el az állampapír.hu-ra. Én már nagyon rég akartam veled beszélgetni. Jó. Akkor ezt most pont futás közben tervezted, amikor így van. Sokkal jobb. Lassan egy két évtizedes pályafutás van mögötted a nyilvánosság előtt. Valójában, ahogy végignéztem készülve a futásunkra, az dolgokat, amiket csináltál, elértél, valójában te mindent vittél. Igyekeztem. Szembe jött, hogy amerikai karrier tervezel. Aha. Ez hogy áll? Én kíváncsi voltam, hogy hogy lesz ebbe a kérdés. Hát figyelj, nem tervezt amerikai karriert igazából, nem az volt a cél, hogy kifejezetten Amerikában csinálják bármit is. Volt egy nagyon kedves számon, nagyon kedves tévéműsorunk, Hello Hollywoodból, melynek a forgatási helyszínek között nagyon sok amerikai helyszín volt, és ezért sokat utaztam az Egyesült Államokba, Nálva Janikó barátommal, együtt csináltuk azt a műsort, és nagyon tetszett maga ez a millió, meg ez az egész gondolat, mert én riportnak is vagyok valamennyire, és nem csak riportalany. Általában nem is csináltam szarul, szóval egész jó kis anyagaink voltak, és ennek nyomán kicsit elkóstoltam az amerikai létbe. És tetszett, de szerintem aki Magyarországról külföldi, vagy legfőképpen amerikai karrier tervez, annak egyrészt ott kell laknia, másrészt pedig nem szabad nagyon komolyan venni a dolgot. Fölösni szerintem, mint hogyha becáznál, és bedobsz még egy botot a vízbe, és jön rajta bármi, akkor kapás van, akkor kirántod, de igazából a teljes életedet erre feltenni, alapvetően nagyon veszélyes, mert Amerikában minden sarkon gitározik egy Jimi Hendrix, vagy énekel egy Freddie Mercury, vagy táncol egy világhírű balettművész, tehát nem annyira reális, lehet olyan mákod, vagy lehet annyira jó csillagárás, hogy összejön minden, de ez inkább csak egy ilyen habatortánon, a cseresznyén, a csoki önteten a valami, nagyjából ennyi. De te bedobtad a snetit, és vártad, vagy várod a kapást? Értünk dolgokat, és aminek egyébként itt szerintem ebből a távolságból reális esélye van, az mondjuk annyi, hogy lehet olyan dalod, amit esetleg ott is játszanak, és esetleg felkerül egy-két listára, és mint olyan, ezáltal kompatibilis tud lenni lefele. Tehát, hogyha ott is jó teljesít, akkor nyilván világszinten is több helyszínre el tudjuk nyomni a szerszeményed. Tehát nagyjából ez a dolognak a valóságos értelme. Mind, ami ezen felül van, az nagyon-nagyon sok pénz, és nagyon sok idő, odaköltözés, nagyon sok elköteleződés és lemondás, ami egyébként 18-20 éves koromban lehet, hogy még nagyon a sajátom lett volna. Viszont azt sem feltéti az ember teljesen reálisan, hogy hány éves, még hogyha csak ez egy szám is egyébként valójában, és rá kell fordulni
az élet egyéb más területeire is, amikor fontosak ezen kívül. És te most fordulsz rá, ahogy már ráfordultál? Igyekszem normális. Igyekszem megismerni a normális emberek életét is, inkább így mondanám. Tehát az elején tök jól mondtad azt, hogy milyen sok időt töltöttem el a színpadon. Kamerának ezen az oldalán, vagy a színpadon, vagy bármi, és az mondjuk a normalitástól, vagy a kapcsolatbarátságtól viszonylag azért messze áll, és nem tudja az ember egy idő után szerintem elfelteni azt a belülről dörömbölő késztetést, ami mindannyiunk sajátja, hogy legyen neked is saját családod, és ne csak a szobrodat falítsát, hanem olyan békés boldog családot alakíts ki, ami egyébként is kellhetsz. Miért a szobrodat falítsátad? Mindenki a szobrát falítsája. Szerintem aki a médiában dolgozik bármilyen oldalon is, de hát nyilván akik szerepelnek azok még inkább, az életüknek egy nagy részét azzal töltik, hogy a saját szobrukat, vagy a saját igizsüket, vagy arról kialakított képet falítsák jobbra és balra. És engem ez kezdett el kicsit nem érdekelni most már. Hát nem annyira. Eleget faragtam már rajta. Olyan, amilyen nagyon befejezni. Nem is lehet csak abba hagyni valahol. Nincsen jó pillanat arra, hogy azt mondd el a szoborra, hogy készen van. Csak úgy, mint egy dalra sincsen egyébként, hogy írsz egy dalt. Ott is azt szokták mondani, hogy befejezni lehetetlen, csak abba hagyni valahol. Szóval így van szerintem a saját szoboroddal is. És akkor mi a következő lépés? Hát most ez. Most pont ez? Most éppen itt futok le elő. Nem, annyira nem szoktam hosszú távú tervekbe belemenni. Nem vagy ilyen koncepciózus? Nem, és régen se voltam. Általában ilyen közép-hosszú távú terveket még maximum szoktam. De azért ide, de kiskoromban sem jellemző az, hogy én majd rendőr leszek, vagy én majd nem tudom mi leszek. Tehát, hogy középiskolában is, amikor jött a párválasztás, akkor nagyon nagy gondba voltam, mert fogalmam sem volt, hogy mi akarok lenni. Többiek már mind tudták, hogy ilyen mérnök, meg olyan mérnök, meg tanár, nem tudom. Én azért mentem iskolában kellett, de igazából a zene volt mindig az első, nem is nagyon volt B-tervem, sőt nem is akartam, hogy legyen. Kényesen figyeltem rá, hogy olyan szituációkat teremtsek, hogy ne is nagyon lehessen B-tervem, mert egy ilyen zenei irányt igazából, vagy ebben sikeresnek lenni, nem tudsz máshogy megcsinálni, csak hogyha a végletekig szinte a hülyeség határáig naív vagy egyébként, és hiszel abban, amit csinálsz. Na, bocsánat, de hát a pályád nem azt mutatja, hogy te naív lettél volna, hát egy tulajdonképp töretlen pályát látni. Igen, akkor a naivitás az a hittel párosodott, hogy inkább így mondanám, tehát hogy nyilván... Ja, tehát te mániásan tudtad, igen, hogy most a Csaba itt megy, és eredményes lesz. Igen, így nem nagyon voltak ilyen kérdéseim, meg hogyha voltak is, akkor igyekeztem azon, hogy ne legyen. Szerintem egy ilyen 14-es koromtól kezdve erről álmodtam szó szerint egyébként, hogy a saját dalainkat, a saját üzenetrendszerünket át tudjuk adni a közönségnek, és hogy ott állunk, és van egy zenekarom, és ilyesmi. Akármere járt egyébként, az a fizikai síkon is mindig megvalósult, tehát akármere jártam, mindig zenekart alapítottam mindenhol, már középiskolában is egyébként, meg általános iskola végén is. Szóval az, amivel foglalkozol, amilyen irányba tereled magad, abban az irányba fogsz fejlődni, én ebben az irányba. Te nyerő típus vagy. Alapvetően igen. De dolgozom arra, hogy ne legyek egyébként, és ez most hülyén hangzik talán. De tényleg komolyan dolgozom azzal, hogy ez négy legyen, mert ez a versenylóság, ez nem rossz dolog alapvetően, amikor éppen nyersz. De aztán rájössz, hogy csak a győzelemnek a pillanatát tudod átélni, és utána kipipálod, és már jött is a következő, és az úton nem is néztél közbe körbe, nem láttad, hogy mi mentél keresztül, mert csak azt nézed, hogy mi a vége. Szóval most egy picit tudatosan próbálok arra fókuszálni, hogy ne legyek ennyire atommódon maximalista, és ennyire atommódon versenyző típusú, mert
tényleg az ember hirtelen azon találja magát, hogy mindenbe versenyez. Tehát nem is tudom, mondjátok egy példát, múltkor el voltunk a mesőmmel gokartozni, és mondtuk, hogy megyünk egy kört a gokartpályán. Jó. Nem tudom, egy tök jó kört egyébként, de még nem volt annyira jó, mentem még egyet hozzá, nyilván jobb voltam, mint az előtt, hát így a logikus. És akkor tök jó volt, mert ilyen négy-öt kör után el is fogyott volna a gokartozás, amíg nem, bejött három csávó, akik nyilván ott laktak egyébként, tehát oda jártak reggeltől estig, és hát nyilván százszorúbbak voltak, mint én. És ezt követően Csabi bátyád este 9-ig ott maradt, és meg akartam dönteni az ő körüléket is. És aztán, amikor bekerültem a top idők közé, és már úgy értékeltem, hogy ezt most már magam számára megnyertem, és azt az eredményt, amit kitűztem, azt elértem, akkor tudtam csak hazamenni. Szóval ezek már ilyen átgondolást igénylő kicsit ne, talán. Várj, elvesztettél út közben. Mondtad, hogy Laci bátyád ott maradt a... Csabi bátyád. Nem, Laci bátyád mondta, nem? Nem, magamat mondtam. Jó, csak azért, mert képzeld el... Mert te is ezt csináltad. Nem. Én nem 40 vagyok, én 61. De 40-ben se nézel ki. De... Te se! Én is ott maradok. Aha. Igen, hát... De várjál! Abban, amit te produkáltál, a te elmúlt 20 éves nyerőszériádban, abban azért meló van. A munkát sosem szerettem kisporolni, és dolgozni egyébként nagyon szeretek, és az előző mondathoz visszacsatolva nyilván ütözik egy olyan egészséges, kompetitív gondolkodás, ami valószínűleg a kettő között van, egy kicsit följebb az 50%-nál, tehát az ember lehet kompetitív beállítottság attól még, hogy nem teljesen bolond, de ebben igazad van, hogy ha el akarsz élni rendkívüli dolgokat, akkor rendkívüliek kell nyitált bolondnak hirtában. Szóval... Figyelj! Én mostantól kezdve még áthatóbb tekintettel fogom mérni a pályafutásodat, mert ha sikerül ezt az egyensúlyt megtalálnod, a kompetitív alkat, az eredmény, igen, és a normálisabb működő élet között, akkor a következő futásunknál a beszélgetés arról fog szólni, jöhet a titok, és én közben jegyzetelek. Igen. Most az van, hogy valószínűleg igaz az én is, hogyha el akarsz élni egy dolgokat, mint az előbb is mondtam, akkor ahhoz úgy is kell hozzáállni. Tehát nem feltétlenül arról szól, hogy most teljesen mindenféle ilyen hajtóerőtől meg akarok szabadulni. Inkább arról, hogy ami már rám nézve is káros, vagy ami az én működésem is gátolja, ezeket engedni egy kicsit elé az egészséges formában. Tehát nem kell mindenből versenyt csinálni. És az a baj, hogy egyébként szokták mondani, hogy a sikert nehezebb elviselni, mint az ellenkezőjét. Magam részéről ez még nem pont így van, mert az ellenkezőjét sokkal nehezebb elviselem el. De az tényleg is való, hogy amikor még 3 pontosokat dobsz, akkor logikusan bele kell, hogy kerüljön egy, amikor nem lesz 3 pontos, ugye, vagy amikor mellé dobod, és ezt be kell tudni a statisztikának, a normalitás törvényének, vagy az életnek igazából. Szóval ebben a tekintetben azért felültem, de nyilván, hogyha az egészséges hajtóerő mindig megmarad, az nem baj. Mondok egy tök jó példát erre, amikor elkezdtem futni, azt hiszem tavaly előtt, kezdtem az egész futást a bulit, akkor nem úgy kezdtem el, hogy mit, hogy most csináljuk, hanem egyből 10 km-t futottam az első nap. És sprintekkel meg mindennel, és nem érdekelt ez a 2 km, 3, aztán 5, aztán 8, aztán 10, hanem a nulláról egyből 10, amilyen csinálom kifér, megnéztem, hogy mit bírok, és mondtuk, ez nem minden 10 km-t futottam, vagy többet. Szóval ez is egy ilyen, kell hozzá egy kis hülyeség, hát nyilván, hogyha összeestem volna, akkor hazamentem volna valószínűleg. De hiszek abban is egyébként, hogy sokkal többet kibírunk, mint amit gondolnánk magunkról. Én azt szoktam mondani a fiaidnak, mondtam mindig ugyanezt a mondatot, amikor futottunk együtt, tanítottam őket futni, és mondta az egyikük, hogy nagyon fáradt vagyok, alig bírom. És akkor tudod, ilyenkor beszél hozzá az ember, aha, hogy átvigyem a holdpontot.
És mindig elmondtam, hogy ez, amikor ezt érezzük, pláne futás közben, ez a fejüzenete. Igen, igen. Ami azt jelenti, hogy kicsit fáradt vagy, de hát ez még semmi. Persze. Mert én tényleg kipróbáltam. Holdpont, a holdponttól még probléma nélkül ugyanannyit tudsz futni, mint amit odáig. Igen. És hogy beájulj, ahhoz még egyszer ezt az egészet le kell futnod. Az, igen. Tehát az első jelzés és a földön fekszel között négyszeres különbség van. Na, igen, szerintem is kb. Ez egy meló szakma, ez a tiéd. Minden, ami... Igen, amit komolyan veszel, az minden. Igen, de hogyha... Hát, hogyha valamiben olyat akarsz csinálni, akármilyen edzésre is megküljétként, hogyha és egy nagyon divatos mindenki a konditeremben, ott is egyébként szerintem, hogyha jó tanácsot mondodok bárkinek, akkor fáradjunk el, aztán meg utána, amikor elfáradtad, akkor fáradjunk el még jobban. Tényleg, amit te is mondtál előbb, nagyjából ez a határoknak az átlépésének a szabály, hogy igazából a határok sokkal magasabban vannak, mint hogy ezt a magadnak teszed, vagy mint hogy ezt gondolod. Futás egyébként nekem egyetlen egyszer volt, hogy majdnem taxit hívtam magamhoz. 36 fok van. Ez jó. Víz nélkül. Az is jó. Kaján nélkül futottam 15 kilométert. És hát éreztem, hogy már ilyen 180, 190, 200 a pulzusom kb. Úgyhogy ennél lassabban kocogtam. És hozzánk, hogyha megyünk föl, akkor a házhoz elérben van még egy ilyen emelkedő, amit még föl kell tolszolni. Az még segít. Az nagyon sokat tudsz segíteni, és nagyon vicces tud lenni. És hazaértem, nagyon tercsoszogva, úgyhogy már így remektem. Akkor rákötöttem magam a vízhálózatra, és mint éreztem, mint a lufit, hogy így újraépítem tényleg is. Csabi bugyborék volt. Hát azért nem nagyon jó volt. Hát maga az élmény tanulságos volt, meg ott már ott tényleg megéreztem azt, hogy valamit nem az akarat irányít, tehát valamikor tényleg a... És ez egy jó érzés volt, hogy tudtam, hogy az akaratom még erősebb, mint a testem. A testem ott már nem működött egyáltalán, és hát nem volt jó, tehát 36 fokban. Hát ez határélmény. Víz nélkül futni. Nagyon jó volt egyébként tényleg itten kívül. Na. Ugye nem fogsz megsértődni, csak az ilyen bolondok mondják erre azt, mint amilyenek itt futtak most a szigetet, hogy ez jó élmény. Ja, de egyébként jó élmény, jó volt, mert amikor így visszajössz a vízcsattól, megérkezel, már látsz is, igen. Akkor azt mondod, hogy na, hát ez is megvolt. És ezért volt érdemes. Persze. Ezért nem csodálkozik az, hogy hol van a vége. Egyébként az a nullától száz, ez itt történő skán való működésem, ez amúgy mindenre érvényes. És ez, amit miatt mondtam, hogy ezt egy kicsit dolgoznom kell, vagy dolgozom ezen. Tehát általában vagy nulla van, vagy száz. Mert az a tapasztalatod, nevesítsük már, hogy a magánéletedben ezt nehéz volt tolerálni? Nagyon nem kapcsolatbarát például, de nem csak az idő, amit az ember nem töltött van, hanem az egész működés, a fókusz, hogy mire figyelsz, mire nem. Hogyha valamiben nem érdek, akkor csak azzal foglalkozom 1000%-ban is, és semmi mással. De ez még a bulizás is igaz egyébként, tehát hogyha... Tehát nálam többet nem tudott inni senki soha az életbe, erre kényesen figyeltem, és le is teszteltem többször. Szóval... Jó, ez vannak vizsgamunkáid ebben. Persze, én mindenből versenyt csináltam, többen, nem azt, mint én, többet nem cigizhet, mint én, gyorsabbat nem mert a kocsival, mint én, tehát mindenben volt egy ilyen házi versenyem. Magammal, amire rájöttem, hogy igazából magam a versenyeknek senki nem versenyezve nem. Szóval ezeket érdemes azért levetkőzni, viszont ez a nulla és száz közti többi attribútum nem ismerete, ezért tud nem jó lenni. Tehát akkor elmentem bulizni, akkor többnyire több napra mentem el. Hogyha elmentem itt terén koncertezni, akkor napi nagyon-nagyon sokat. Azt mondja, hogy a rekordunk az egy nap 12 volt. Tehát semmi. 12 koncert? Aha. Semmire sem mondtam nemet. A 12 az úgy volt, hogy reggel 10 volt az első, és hajnal 4 volt az utolsó. Akkor még ilyen 35 perces kis koncertjeink voltak, de mivel soha életemben egy betűtlen playback keltem, ezért az azt jelenti, hogy nettóba többet szózod ezt a darabszámot az idővel. Nettóba kivöltöztem, hogy megugráltam. Szóval elég sok energiabefektetés is ez ilyenkor, úgyhogy kellett nekem is bevételeznem energiát. Na, figyelj, akkor mondhatjuk azt,
És egyáltalán nem pejoratív értelemben mondom, hogy kijátszottad magad? Szerintem pont erről beszéltünk a miasszony Margarinnál múltkor, hogy én már onnan jövök, a mások mennek. És hogy nekem már nem nagyon van szükségem arra, amíg a mások még esetleg átcsingóznak. Nem nagyon látom azt, hogy 50-es koromban hirtelen elkezdenék havarozni, meg gépezni, meg egy budiba járkálni. Tehát meguntam már ezt az egészet. Még most idézőjelben, és nem akarok senkit megsérteni ezzel, igyekszem jó szót használni, de amíg a normális emberek később bolondulnak meg, addig a nem normálisak szerintem a végére inkább normálisabbak lesznek. Szóval én már voltam 20-30 évig full nem normális, és ezt, amiből más csak egy napot is nagyon szívesen megfizetne és megcsinálna, abban én megcsináltam sok-sok-sok élet, és azért nem nagyon hiányzik már. És akkor nincs nosztalgiád? Hát nincs. Száztok. Nincs. Nosztalgiám nincsen. Nem is hiányzik egyébként. A bulizás az már régóta nem hiányzik különben. Tehát mivel mi is alapvetően szórakoztatunk, és bulikon élek egész nap, ezért csak úgy fakultat így a magamnak már nem fog elő bulizni, hiszen azt csináltam meg a meste is. Tehát énekeljek Csabi magamnak valami jót. Persze, tehát én csak azért énekel egy diszkóba, hogy még egyszer berúgjak, hát ennek most így 6422-ére már túl sok érdemét nem látom. Úgyhogy ha tehetem, akkor inkább csöndben vagyok otthon, vagy filmet nézünk, vagy a kertbe tevékenykedünk ezt, azt ilyen. Ilyen tök szép emberi dolgokat, amik picit a másik polust erősítik, és a nyugalmat hozzák vissza. Oké. Megértél apuka lenni? Hát remélem. Mindenki így gondolja szerintem, aztán valakinek nincs választása, valakinek van. Öcsém például, azt hiszem, hogy te 24 évesen a tatukán, és nem gondolom, hogy túl sokat gondolkodott volna ezen a amúgy terapeutikus kérdésen. De aztán megérte elő is, és valaki utólag, valaki közben, valaki előtte, de eljut erre a pontra. Én úgy gondolom, hogy talán most már vagyok ott, hogy egy kisgyereknek tudnék biztos hátteret is biztosítani, meg tudnék neki okos dolgokat is mondani, és nem csak hülyeségre tanítani. Szóval azt hiszem, hogy talán igen. Nekem van három. Tehát kérdezem, mert tesztelek. Gyomorban már itt van az érzés, hogy hát azért kéne. Nagyon sokáig nem volt meg, mert a testvéreimnek már vannak gyerekeik, és ezzel a kicsit úgy éreztem, hogy a társadalmi per családi kötelezettségek le vannak tudva a részünkről, és már nem halkérve ország miattunk. Viszont időre először, hogy jönni egy belső kérdés, ami már saját. Na, erre ezt mutattam én. Igen, saját kérdés, ami nyilván túlmutat minden, mert lehet akármilyen pénzed, meg lehet akármilyen kocsid, meg telefonod, vagy bármilyen fizikai eredményed, vagy akár még díjaid is, vagy bármi, az nem ugyanaz, mint a saját magadat látnád viszont valakiben, és ezt említősen nyilván szerintem pont egyrészt időszerű, másrészt pedig érzem is ezt a készülést, amit mondtam. És akkor elárulhatok egy titkot. Most én fogom mondani a titkot. Megvoltak a kalandok. Aha. Beléptél az általad normalitásnak nevezett világba. Aha. És szerintem most jön majd a legnagyobb kalandod. Mert ha nem lenne három gyerekem, akkor hülyén haltam volna meg. Most már biztos nem halok meg hülyén, mert az, amiről te beszéltél itt menet közben, a szoborépítés, a legónk, igen. Nem lehet legyőzni, igen. Neki megyek utána. Igen. Na, amikor mindez lemegy a nullába, nullába, mert ülsz mondjuk a fiad vízilabda meccsén, ezt nem fújhatod be! És azon veszed észre, hogy üvöltesz a bíróval. Ami, tehát összehasonlíthatatlan energia a gokártozással szemben. Aha. Mert ott csinálom,
mert az ambíciómat nem lehet leverni. Igen. Itt nincs a kezedben semmilyen eszköz, viszont olyan mérhetetlenül fontos, hogy a kölök dobjon egy gólt, mint semmi. És amikor bedobja, az apja fia. Igen. Szóval a legnagyobb önfeladás. Igen. A legnagyobb önfeladás egyrészt, másrészt, amit én gondolok, bár így előre menve nehéz vagyok bármit gondolni, de kicsit nekem olyasmi, mint hogyha lenne kiért, vagy kikért tovább csinálni a dolgokat, és ha eddig egy picit inkább csak magamra gondoltam, vagy... Motiváció kettes fázis. Igen, tehát eddig magamra gondoltam, meg a közönségre nyilván, tehát ezt nagyjából egy ilyen egyenlőséggel betéve nem tartottam magam fontosabbnak, mint a közönséget. Sőt, nagyon sokszor inkább őket tartottam fontosabbnak, és olyan dolgokat is megcsináltam, amiket magamtól nem csináltam volna meg különben. Értem itt például azt, hogy voltam úgy koncerten, hogy 40 fokos lázam volt, és mindenki azt mondta, hogy az orvos is azt mondta, hogy ne menjek el. Elbotottam a küszöbbe is, meg így is elmentem, hogy nem. De a színpadon nem. Ott tök jó volt minden. Úgyhogy azért mondom, hogy ez egy más típusú, magasabb rendű értelmet fogadni szerintem a dolgoknak, és lesz újra kiért vagy kikért valamit csinálni. Látjuk, ígérd meg, hogy futunk majd még egyet. Futunk. Amikor jön. Futunk. Most is, mert még egy kört, ha akarsz. Persze, mert nem versenyezik már. Magyar. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.